Sziasztok! A mostani résznek, a mostani töprengésnek azt a címet adtam, hogy a metaverzum buktatói. Igazából az előző kettő rész vezetett ide, tehát a perverzió transformáció téma is, hogy hova jutott a világ az elmúlt 30-40 évben, egyáltalán mit tehetünk, és mekkora a felelősség is, ez a gyökerek és hidak szintén, ugye ez volt az elmúlt két témánk. Ez az, ami elindította bennem, hiszen a meta, ugye a Facebooknak az új neve, a vállalatnak magának az új neve, a Meta, az bevallott céllal egy olyan világot akar nekünk teremteni, művilágot, ugye metaverzum, ami azért megint nagyon érdekes, mert hát, ahogy emlékszem, meg utána kellett volna nézni, ezt most ugye megint nem néztem utána a dolgnak, de megírhatjátok, kedves kémikusok, megírhatjátok kommentben, ha van köztetek valaki, vagy aki szerves kémiát tanult. Ha jól emlékszem, mi még tanultunk, a benzol gyűrűnek a kötéseit tanultuk, és akkor háromféle kötés volt, az ortó, a meta és a para, és már nem emlékszem, hogy a meta az talán ilyen... nem tudom, nem emlékszem rá, mi volt a meta, teljesen mindegy. Maga a metaverzum szó az annyit jelent, ugye, hogy nem egy valódi univerzum, hanem egy a saját univerzumokon belül létező külön kis világ, amiben az történik, mondja Zuckerberg, ugye Zuckerberg, cukros bácsi, annyira rögtem, tehát tényleg cukorhegy. Tehát, és akkor ugye mit nevezünk mi cukros bácsinak? Hát aki elcsalja a kislányokat, vagy a kisfiúkat, ugye, édességgel. Hát ez történik egyébként a metaverzumban is, igen. Tehát ő azt gondolja, hogy létrehoz majd egy ilyen virtuális világot, és akkor az milyen marha jó lesz, mert megint csak nem kell kimennünk, ugye, nem kell kise kell dugnunk az orrunkat, hanem egy ilyen narancs színű művilágban fogunk majd élni. A narancs színt arra gondoltam, hogy ugye nem a napfény fog világítani, valamit kitalálnak valami műfényt, és akkor mi majd ki sem mozdulunk, és akkor milyen marha jó lesz nekünk. Na ez a metaverzum. Milyennek a veszélye? Az ismételten, hogy a fiataloknak ez baromira tetszik. Sikerült azt elérni ezzel a nyomkodással, tehát nemrégiben voltam egy olyan vendéglőben, ahol én beszélgettem a partneremmel, végigbeszélgettük az egészet, örültünk, hogy végre van 5 percünk, vagy 10 percünk, vagy végre találkozunk fizikailag, és egy három emberi mondatot tudunk mondani. Mellettünk ült két fiatal lány az asztalnál, rendeltek, majd mind a kettő belebújt a telefonjába, és ezt a szart nyomogatta. És így azt mondtam, hogy minek vagytok együtt. Tehát így gondolkoztam, de tényleg, tehát miért vagytok együtt? Külön is fizettek. Tehát nem az volt a helyzet, hogy az egyik meghívta a másikat, és akkor az egy potyakaja, nem, hanem ők barátnők voltak értelemszerűen, és úgy voltak együtt, hogy egyáltalán egyetlen szó nem hangzott el. Amíg jött a pincér, rendeltek, talán akkor az egyik megkérdezte a másikat, hogy te mit rendelsz, vagy mit iszol, vagy valami ilyesmi, de utána nem beszélgettek. Körülbelül ők gyorsabban végeztek, mint mi, mert mi tényleg beszélgettünk, és eltelt legalább egy olyan 3-4 óra a rendeléstől az egészig, egy hangos szó, egy szó, tehát egy mondatváltás nem történt meg. Ugye vigyázni kell, mert szóváltás magyarul azt jelenti, hogy veszekedés, de a mondatváltást remélem értettétek, az csak, tehát nem arra, bár csak beszélgettek volna, ez legalább akkor ilyen, hogy hívják, Visconti film jellegű dolog lett, de nem, ők nem beszélgettek, ők együtt voltak külön. Na és ez a metaverzum. Tehát pontosan ez a legnagyobb veszély az, hogy atomizálja az embert, hogy be fogunk kerülni egy ilyen falanszterbe, ugye nem tudunk kimenni, mert minek, mert majd elromlik a levegő, vagy azért nem megyünk ki, mert ugye meg akarják menteni a földet tőlünk, de nehogy kimenjünk már a létünkkel is, hogy hívják orunk, szennyezünk, ugye, láb, vagy hogy hívják ez, ökológiai lábnyom, meg ilyen baromságok, és az a, mindegy, szóval ez egész egy akkora ordas nagy kamu, hogy el nem tudom mondani, de a fiatalok megpapízzák, és mi történik? Boldogan bele fognak szeretni, már bele is szerettek ebbe a metaverzumba, ebbe a művilágba. Tehát tényleg ott tartunk, hogy amikortól felfedezték a műanyagot, onnantól kezdve tulajdonképpen ilyen műanyag létben vagyunk, ugye iszonyú szennyezéssel jár meg. Nagyon-nagyon praktikus, tehát én nem tudom, hogy a szemetes zsák nélkül mi hogy bírtuk ki annó, úgyhogy nem volt szemetünk egyébként, konkrétan nem szemeteltünk, tehát nem volt kukánk, mi nem gyűjtöttük a szemetet, mert mindent felhasználtunk, és nem volt kidobni való.
Tehát tényleg a papírt elégettük, ezt is sokszor elmondtam már, komposztáltunk, a kisállatok, kutyamacska megették a maradékot, nem is nagyon volt maradék, az ehetetlen dolgokat elástuk a komposztba, és műanyag, az üveget meg visszavittük, és műanyag nem volt. Tehát az első szemét akció az akkor lett, amikor zacskós tej lett, és akkor keletkezett ugye ez a műanyag rettet, nem büdös műanyag zacskó, azzal kellett valamit csinálni, nagyanyám szenvedett is, hogy mit csináljon vele. De tehát itt kezdődött a művilág. És aztán folytatódott mindenféle mű dologgal, például a mű élményekkel. Tehát lett egy mű életünk, és nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy mű lélekké váljunk, hogy az emberi lélekből valami mű cucc legyen. És le fognak gyártani nekünk egy mű valóságot, na ez a metaverzum. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én inkább élnék az erdő szélén egy fafűtéses kis házba, ahol majd a bogyókat gyűjtögetem, meg a gombákat, meg mit tudom én, mint hogy belekerüljek egy ilyen metavilágba. De nem én fogom sajnos eldönteni, mert egyrészt a világúrai ezt tánják nekünk, másrészt a fiataloknak ez tetszik. És a döbbenet az ez, amit egyszer már a mesékben is talán elmondtam, vagy beszéltem azt hiszem már a mesékről, hogy a mese az nem az, ami volt. Tehát, hogy történeteket mondanak el, nem meséket. Óriási különbség van a kettő között. A történet az az, ami veled történik. Az nem mese. A mese az egy másik világot teremt, az egy másik valóságba visz át, ami visszatükröződik. Most persze mondhatnád, hogy de hát a meta is az, de nem, mert az egy művalóság. Tehát a mesében az a csodálatos, hogy tényleg a csodák világába megyünk át, az álmok birodalmába, ahol minden lehetséges. A metában pedig ezt a művalóságot teremtik meg, és el akarják velünk hitetni, hogy ez jó. Tehát pontosan ez a legnagyobb baj, hogy kicserélik az eredeti mese mondat történeteinket, valami teljesen másra. Nem véletlen, hogy mostanában már a görög mítoszokat is, ugye, feketékkel játszatják el, fekete Zeus van, fekete Kleopátra van, stb. Persze, mert ezzel is rombolják az eredeti mítosznak a minőségét. Tehát ugye univerzálisítják, nem tudom, van-e ilyen szó, tehát egyetemesítik, tehát összemossák, lesz belőle egy jó kis moslék, és akkor utána teremthetnek helyette egy másik világot. Ez a meta. Tehát pontosan ez a meta, és az áll szemben a valódi tündérmesék, mítoszok, legendák világával, mert ott gyakorlatilag egy sok ezer éves hagyományra épül valami rá, itt pedig az ember teremt valamit saját gőgében, a saját elhatározásából, semmiféle gyökere nincsen az egésznek, abszolút üzleti célokat szolgál, azt szolgálja, hogy te majd az ő platformját használd a vásárlásra, nálad csengessék le a százalékokat, ő gazdagodjon, te pedig szegényedjél, ez a lényeg. Míg a mesék azok mindig gazdagítanak. Szóval ez a helyzet, és ez a veszélye a metának, hogy olyasmit helyettesít, amire igény van, a lelkünk mélyén igényeljük a meséket, igényeljük a legendákat, igényeljük a csodát, és a metaverzum ezt a csodát akarja nekünk ilyen műmajjel módon helyettesíteni, tehát műanyag csodát kapunk valódi csoda helyett. Meg lehet-e úszni? Nem tudom. A mostani gyerekek egy része, hál' Istennek, teljesen normális, de nagyon elenyésző része, akik vidéken élnek, akik kimennek a játszótér, akik bicikliznek, akik például, mikor jön a pipacs tavasszal, akkor megtanítottam az unokáimat, hogy kell belőle királylányt csinálni, egy pipacs bimbóból, hogy kell kihajtogatni, és akkor a hermelines ruha, piros ruha ott van, a fejérmet oda tesszük a másik pipacsnak a kis fejecskét, és akkor ott van a királylány. Ezt nekem a nagymamám tanította meg, ezelőtt akárhány évvel, nem mondom meg, hogy hány évvel. És most boldog vagyok, hogy megtaníthatom a lányunokáimnak. Ezt a metában nem tudom, hogy hogyan fogjuk megcsinálni. És elvész valami, ami sok ezer évig ott volt. Szóval én azt ajánlom, kedves fiatalok, hogy ne költözzetek be ebbe a metaverzumba, hanem sokkal inkább egy hagyományokon épülő, saját mítoszokon, legendákon épülő világba költözzetek be, vagy teremtsetek magatoknak ilyet a valóság szintjén. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!